Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a mai videómban! Sokszor szoktátok kérdezni, hogy milyen videósokat szoktam nézni, hát Tinán kívül természetesen. Karin Dragost! Imádom azt a lányt! Elképesztően elegáns, finom, humoros. Nagyon-nagyon szerettem Karin stílusát, az én videóimtól, az én érdeklődési körömtől amúgy nagyon-nagyon messze áll, ugyanis főként beauty, smink, divat, életmód témában készít nagyon igényes tartalmat, hihetetlenül nyugtató, kellemes hangja van, választékosan beszél, nagyon-nagyon szép a modora, egyszerűen megnyugtat az egész tány úgy, ahogy van, imádom az Instagram posztjait, imádom a képi világot, amit alkot, az egész lányt úgy, ahogy van. És kijött az új videója, mit ettem ma, egészséges diéta. És úgy gondoltam, hogy kamera előtt megnézem, és csinálok erre egy reakció videót, mert nagyon kíváncsi vagyok, mindig szoktam nézni a mit eszem egy nap videóit is. Karin egy igazi ő és egy igazi szomszédlány, jár hetente többször edzeni, mellé abszolút egyensúlyi étkezést folytat, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő most milyen diétát, illetve hogyan megy neki, úgyhogy ezt fogom most levideózni, fogalmam sincs, hogy fog ez kinézni, milyen lesz a végeredmény, de kíváncsi vagyok a videóra, tartsatok velem! Amúgy itthon vagyok, már végeztem a reggeli személyedzésekkel, én is leedzettem, reggeliztem is, dolgoztam, csak ugye megláttam, hogy Karinnak van egy videója, ami engem most kifejezetten érdekel, úgyhogy tartok egy kis pihenőt, rohanjunk is neki, nézzük, milyen az egészséges diétát, Karin! Karin szokásos kávéja az intróban, illetve valamilyen csodálatosan bepácolt királyrákokat, illetve valamilyen csilis pácba tett királyrákokat látok. Ó, de gusta! Mézes mustáros húsi, ez az Karin, szépen változatosan. Szia gyönyörűm, hát nézzétek meg, csoda szép lány. Szia, Karin! Nem volt még ilyen, úgyhogy bízom bennem, hogy szeretni fogjátok. Biztosan, biztosan! Egyébként van egy kis, nem is annyira kicsi aktualitása most ennek a videónak. Igazából erről szeretnék is mesélni nektek, mert úgy gondolom, hogy fontos ezt tisztázni, még mielőtt elkezdünk főzni. Az a lényeg egyébként, hogy nem szeretném előre elhúzni, mert éhes is vagyok. Szóval ugye lehet láttátok is Insta Story-ban, említettem, hogy szeretnék megszabadulni egy olyan 5-6 kilótól, 6 kilótól inkább. Hozzátenném, Karinnak tökéletes alakja van, tényleg nincsen semmi oka panaszra, nagyon-nagyon szép, arányos alakja van, nagyon jó az önképe, nekem a videóiból mindig úgy tűnik, hogy ő az egészségmegőrzés miatt jár sportolni, és hogy mozogjon, és ezt hihetetlenül tisztelem benne, hogy ezt megmutatja a követőinek, illetve ezzel úgymond inspirálja is őket, úgyhogy úgy imádom ezt a lányt, ahogy van. 5-6 kilónál több nem is kell neked, Karin. Tudom, hogy egyáltalán nem vészes a szituáció, nem is erről van szó, de én úgy érezném magam jól a bőrömben. Az a probléma nálunk, hogy mi nagyon jókat szoktunk enni, házias koszton élünk, nagyon sok tésztával, nagyon sok kenyérrel. Hát, mint a legtöbben, főleg ugye a magyar konyha, az is ilyen. Hát igen, tudjátok, csülök, kolbász, stb. Szóval ezek azért meglátódnak az ember előtt, főleg, hogyha nem fogja magát vissza, mert nem fogta magam vissza az elmúlt egy-két évben, és a fő probléma szerintem nem... Ah, kihív most, Karint nézek! Majd visszahívom. Az, hogy mindig csipegetek. Tehát azt nem észre magam, hogy mondjuk ebédeltünk, leültünk is szépen megebédeltünk, de aztán mondjuk én rá 10 percre kijövök, és a konyhában így kinyit bekapok, és akkor mondjuk ettem már még egy adagot, ott veszem észre magam. Úgyhogy ez szerintem a fő probléma, meg hát nyilván az, hogy mi nagyon jókat eszünk, és nem diétásokat, meg nem annyira egészséges kajákat, tehát a saláta az általában elmarad, tudjátok, kolbász, csülök, szalona, ami nem mindig rossz, de ez mindig párosul egy kis kenyér. Na, hát értitek, tehát nem értjük, ez az ideális az étkezési mód, de azért nem rossz. Mondom, nincs nagy gond, azért 6 kilótól szeretnék megszabadulni, mert úgy én jobban érezném magam. Az a lényeg, Karin, hogy te jól érezd magad. Karin,
ideig elmesélte, hogy Instagramon megosztotta a követőivel, hogy szeretne ugye megszabadulni ettől az 5-6 kilótól, és egy számára szimpatikus étkezési tanácsadóval összehozta őt az élet, és kapott egy személyre szabott étkezési tanácsadást, és most erről mesél kicsit, hogy hogyan alakul, hogyan néz ki a maga a diétája, nagyon kiegyensúlyozottnak hangzik maga, hát ugye hasonló a hasonlót vonza, úgyhogy nem hiszem, hogy bármi drasztikus dologra kellene számítani, meg az intróban is lehetett látni, hogy elég szép, változatos ételeket fog enni, úgyhogy idáig erről volt szó. Hát nincs az, hogy most teljesen kihagyjuk a szénhidrátot, mert én mondjuk azt csináltam volna, hogyha le akarnék fogyni, hogy mint túl sokan, igen, a szénhidrát bevitel, ugye ez az, ami nagyon-nagyon kritikus, amikor az emberek hirtelen teljesen megvágják a szénhidrát bevitelt, aztán meg csodálkoznak, hogy 3 napnál tovább nem tudják, és betérdelnek a hűtő elé, és fölzabálnak mindent, amit találnak, de ez nagyon-nagyon jól hangzik, hajrá! Például ehetek bármikor édes krumplit, de nem ehetek mondjuk rendes krumplit. Tehát értitek, a hangsúly azon van, hogy egészségesebben ít. Amúgy az édesburgonya és a sima burgonya között nincsen jelentős makrotápanyagbeli különbség. Az édesburgonya rostosabb, kicsit magasabb a vízoldékony rosttartalma, emiatt kicsit puffaszthat is, tehát igazából nyugodtan ehetnek krumplit is, Karin, de az édesburgonya valóban divatosabb diéta kiegészítő, mindegy, nem kötekszünk, tök jó idáig. Kezdjünk, és figyeljünk arra, hogy mi az, amit eszünk, de mindenből ehetünk. Szuper! És ezt a típusú diétát én szívesen megosztom veletek, mármint úgy gondolom, hogy erről érdemes beszélni, mert olyan diétáról van szó, amiben inkább az egészséges táplálkozása fontos, nem pedig az, hogy ne együnk, értitek? És nyilvánvalóan ez lenne a cél. Annyira szeretem benne, hogy odafigyel arra, hogy milyen üzenetet közvetít, semmi drasztikusság, semmi szélsőség, nem hiába szeretem ezt a lányt meg a videóit. Nyilván a kalóriát figyelnem kell, tehát nem ehetek bármennyit. 1250 kalóriát, kilokalóriát pontosabban fogyaszthatok el az első hónapban, 2 hónapos a diéta, és akkor a második hónapban ez megnő, nem is tudom mennyire, 1350-re talán, 1450. Igen, itt kalória meghatározást kapott, de több mint valószínű, hogy a személyre szabott étrendje makrotápanyagok szerint van kiszámolva. Ugye ez egy úgymond laikusnak, és most ezt úgy mondom, hogy én is full laikusként kezdtem 4-5 éve az életmódváltást, és pont azért, mivel állandóan csak bolyogtam a diéták és egészséges táplálkozás útvesztőjében, ezért kezdtem el képezni magam, és ami itt fontos lehet, hogy nem a kalóriák számítanak, hanem igazából a makrotápanyagok a fontosabbak, mert ugyanazt a kalóriát be lehet vinni egészségtelen kajákból is, illetve egészséges ételekből is. Karin esetében ez nem fog fennállni, ebben biztos vagyok, hogy csupa egészséges tápláló, változatos ételt fog enni, tehát ő nem McDonald's-al vagy péksüteményekkel, cukros péksüteményekkel fogja ezt az 1250 kalóriát bevinni, mert nyilván olyan felelősségteljes tanácsadóval dolgozik együtt, aki erre figyelt is. Ezt csak megjegyzésként jelzem meg a saját nézőimnek, hogy a kalóriák valóban egy mutatószámok, de valójában a makrotápanyagok mennyisége és azok minőségi megosztása az, ami fontos, hogy azok a szénhidrátok, fehérjék és zsírok, ugye a 3 nagy makrotápanyag hogyan osztik meg, illetve hogyan tevődnek össze. Tehát, hogy milyen típusú szénhidrátok, a fehérjék milyen típusú fehérjék, tehát mennyire soványak, vagy mennyire jól hasznosuló fehérjeforrások, illetve a zsírok közötti arányok, ezek lehetnek fontosak. Hogy megeszel mindent úgy, ahogy le van írva, nem lehetsz éhes a nap végén, és jókat eszel, ez a lényege, hogy azért nem vagy éhes, mert jókat eszel, amik kitartanak és táplálóak így a nap folyamán. Nyilván de kíváncsi vagyok. Ezt tovább, mint 2 hónap nem szabad tartani, mert Zsófi is mondta, hogy a 2 hónap a maximum, és aztán... Mert gondolom belecsúlna nagyon az anyagcsere, tehát ugye alapanyag... Nem tudom, Karinnak mennyi lehet az alapanyag cseréje ilyenkor, amikor kiszámolunk valakinek egy személyre szabott, vagyis hát egy ajánlást arra vonatkozóan, hogy mennyit érdemes ennie ahhoz, hogy súlyt csökkentsen, súlyt tartson, súlyt növeljen. Ehhez ugye többféle mutatószám együttessel szükséges ahhoz, hogy ezt meghatározzuk, és ez az 1250 nagyon kevésnek hangzik, bőven alapanyag cseréje. Karin úgy tudom magas,
magas lány, úgyhogy szerintem ez alapanyagcsere körüli vagy az alatti, úgyhogy valószínűleg ezért nem ajánlja neki a tanácsadója azt, hogy tovább legyen ezen kalóriamennyiségen, vagy ez e környékén 2 hónapnál, mert fennáll a veszélye ilyenkor annak, hogy belassul az anyagcsere, ne adj Isten megáll. Ezt hangsúlyozom én is nektek mindig, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad tartósan keveset enni, akármilyen gyors és sürgős is a diéta. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy a kevesebbnél, a szükségesnél kevesebbet nem szabad bevinni, mert az nagyon súlyosan kiéhezteti a szervezetet. Nem pedig figyelni kell arra, hogy mit eszünk, de ha normális keretek között étkezünk, és nem visszük nagyon túlzásba a dolgot, akkor elvileg nem kéne, hogy gond legyen, és én bízom is benne, hogy nem lesz gond. Ami számomra a legrosszabb, és ezzel kapcsolatban nem fogok hazudni, az az, hogy a tejtermék nekem elvileg nem tesz jót. De hosszú távon én biztos vagyok benne, hogy ezt nem fogom tudni tartani, mert alapvetően egy olyan 1 liter tehéntejet ittam meg, vagy iszom meg normál esetben egy nap, és annyira szeretem ezeket. Hát ezt nem tudtam, hogy 1 liter körül tejet fogyaszt egy nap. Alternatívával helyettesítem, már több mint 2 hete mandula tejet iszom, kókusz tejet is ihatok. Elmondanám, de most itt őszinte leszek, utálom. Utálom a tejet, a mandula tejet kávémmal. Igen, ezzel sokan vannak így. Hát valamit valamiért. A kávét, a mandula tejet, vagy a kókusz tejet. Komolyan mondom, hogy minden egyes korty, majd hogy a szenvedés. Tudom, hogy nagyon sokan imádják ezeket a tejeket, de nekem olyan, mintha víz lenne. Undorítónak érzem az ízét. Aj, szegény. Nem szeretem. És ez az, amit talán soha nem fogok tudni mellőzni. Most ebben a 2 hónapban figyelek rá, de aztán úgy gondolom, hogy a kávéhoz meg fogom mindig inni azt a 1,5%-os tehéntejet, tehát előzni várom. Szóval nagyjából ennyit szerettem volna így elmondani előjáróban. Eredmények már vannak, lefogytam 2,5 hét alatt majdnem 3 kilót, jó. Ami nagyon-nagyon jó nyilván. Igen, az első heti fogyások, de ezt Karin is mondja, az általában, amikor a szervezet ilyenkor ugye a csökkenő szénhidrát bevitel miatt kissé elengedi a glikogénraktárakból a meglévő szénhidrátot, elengedi a szervezet a letisztított étrendnek köszönhetően a sejtközben fölhalmozódó extra folyadékot, ugye kicsit sómentes is lesz ilyenkor az étkezés, ha jobban odafigyelsz, hisz nem viszel be annyi feldolgozott élelmiszert, ezért annyi só meg cukor sem kerül be a szervezetbe, ami kötné a vizet, úgyhogy amikor ilyen fogyókúrát végez valaki, az első hetekben ez teljesen normális, hogy sokkal gyorsabb a fogyás. Viszont a 1,5-2 liter az szükséges, mert az egykor nem fog beindulni a fogyás. Ez így van, helyes. És igen, elvileg a 8 hét alatt sikerül leadnom a 6 kilót, és nem fogom aztán visszahízni. Úgyhogy szerintem ez egy jó út. Egészségesen táplálkozom, csomó fehérjét eszem, egészséges szénhidrátot eszem, és még zsírt is ehetek, úgyhogy nincs ezzel gond. De az aranydalustát nem eszem meg. Jó, azt hiszem, úgyhogy lássuk a reggeli. Na, nézzük! Tükörtojás lesz, mert azt nagyon szeretem, van benne fehérje és zsír is. Így van. Kókuszolajon fogom megsütni, és ehhez fogok enni salátát, mert ugye az lesz a szénhidrát adagom a reggelinél, úgyhogy induljunk is a konyhába, mert már tényleg korog a gyomrom. Tojás és zöldség alapú reggelit fog fogyasztani. Ugye jól mondta, így van, tojásságában rengeteg jótékony zsíradék van, illetve vitamin ásványanyag, ugye abban található a tojásban, abban van a tojásfehérje, a fehérjebevitelről gondoskodik, és hát a szénhidrátnak azt mondja, hogy zöldségeket fog enni, valójában ezek az alacsony kalóriatartalmú zöldségek úgy annyira azért nem számítanak, mivel annyira alacsony a kalóriatartalmuk, hogy igazából én a zöldségeket annyira nem is szoktam számolni egy bizonyos mennyiségig, mert felesleges, hanem csak az összetett szénhidrátokat, illetve a keményítő tartalmúakat. De nézzük, mert még csak most kezdődik a videónak a főzős része. Ó, de gyönyörű paradicsom! Honnan szerezted, Karin? Imádom, ez a marhaszív paradicsom, ez isteni lédús. Ez szuperul néz ki. Nyami, nyami. Hát
Há, ott van egy pici pirítós. Mit írt? Fibroki kex. Azért csak volt egy minimális összetett szénhidrát a reggeliében, úgyhogy így valóban komplex lett a reggelije, de szuper guszta volt, imádom ezeket a főzős részeket én is nézni, például Tina videóiban is, de Karinnál is, mert annyira gusztusosak, és én is ezért csinálom a sok-sok főzős tartalmat, hogy meghozzam a kedveteket ahhoz, hogy például egyáltalán nem nehéz egészségesebben reformmódon étkezni, hogyha ilyen guszta ételképeket lát az ember. Na, haladunk tovább a napban, jön az ebéd. Egyébként én mézes mustáros csirkét gondoltam. Mm. A méz... Mézes mustáros csirkét fogsz csinálni, amúgy az én mozaik menü listáimban is az egyik kedvenc választás szokott lenni ez a mézes mustáros csirke. Pont azért, mert tényleg nem diétában, ugye eleve már a többi makrotápanyag megvágásával olyan kalóriadeficit jön létre, amiben tökre belefér egy evőkanálnyi, vagy egy kiskanálnyi mész, hogyha kerül az adag húsidra, összességében semmit nem fog számítani, hogyha a nap többi étkezése, meg a hét többi étkezése alapvetően rendben van. Úgyhogy igazából nem kell félni diéta fogyókúra alatt sem az ilyen mézes, meg szószos ételektől. Arra kell figyelni, hogy így egyrészt a mellékfogyasztott ételek legyenek, tápanyagdúsak, vagy rozsban gazdagabbak, illetve ne legyenek feldolgozottak, finomított cukormentesek, de egy pici méz tökre belefér, úgyhogy már látom, imádni fogom Karinnak ezt a diétás videósorozatát. Szuper! Igen, ő kalóriákat számol, de igazából valószínűleg makrotápanyagra van kiszámolva az étrendi ajánlása. Igen, Karin most szereteli a húsit, ízesíti a húsit mézzel, mustárral, pici sóval. Szerintem több adagot készít egyszerre, mert azért ez elég sok húsnak tűnik egy étkezésre, de hát ki tudja, nem tudom, hogy van kiszámolva. Forra köles is, isten ilyen néz ki, köles ugye egy nagyon jó ágamon, a gluténmentes étkezésben. Nagyon jó összetett szénhidrát, nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, tehát magas inzulinválasz sem generált. Generál ezért nagyon-nagyon jó élelmiszer, nem csak diétában, úgy általánosan is. A bulgur amúgy ugyanúgy gabona tört búza, a török rizsnek is nevezik például az ilyen török éttermekben, amikor látjátok, hogy török rizs az bulgur. Igazából az az egész búzaszem, amit előzetesen megpárolnak, így szárítják ki, majd megtörik, ezért hívják tört búzának, és ezért van az, hogy sokkal rövidebb a főzés ideje, mint mondjuk egy egész gabonaszemnek. Elég csak párolni is a bulgurt, mert nagyon hamar készen van. Ugye a gluténérzékenyeknek lehet fontos információ, hogy glutén tartalma van, mivel kalászos gabonából készül, viszont összetett szénhidrát tartalma van, mivel ugye teljes gabonaszemből készül, és szintén lassan emeli a vércukrot, nem vált ki hirtelen inzulinválaszt, úgyhogy ez a bulgur, istennél néz ki az ebédet, Karin. Egyén is. Nekem így, hogy mustáros és mézes a csirke, így nem szükséges feltétlenül, úgyhogy igen, jó étvágyat. Csináljunk gyorsan egy kis kávét magunknak. Ó, de jó lenne ebből csinálni. De ebből fogom most, ezt vízzelbe vettem. Szegény Karin a teljes kávé függő, most nem ihatja a kis tejecskét, hanem a kevésbé kedvelt mandula tejét. Megmelegítem a tejcsit, vagy hát minek nevezzük. Szegény hallani a szomorúságot a hangján, mert aki követi esetleg Karint Instagramon,
Minden nap van neki olyan Insta bumerángja, ami a teljes kávé a készítéséről szól, ez már a védjegyei közé tartozik. Úgyhogy elhiszem, ez milyen nagy lemondás most neki. Hát remélem azért célt ér meg. Hozzászokik ehhez az új rendszerhez? Hogy szoktuk használni az eritrit, és ezzel szoktunk édesíteni, hát kávét szoktuk édesíteni végül is vele, úgyhogy ezt használom a kávémban. Eritritet használ a kávéjában, most már ezt is tudom, mert én mindig azt láttam, hogy csak így kanalazza bele a valamit. Én mindig azt hittem, hogy kristálycukor, de most már tudom, hogy eritrit. Na, sziasztok, eljött a vacsorának az ideje, kezdek is már így is lenni. Királylá! Nyilván tudom, hogy nem annyira pénztárca barát, úgyhogy én sem eszem minden nap, de amikor megkívánom, akkor nagyon jól tud esni, és tényleg annyira különleges és kincsi az íze. Amúgy a rákok én sem vagyok oda, a garnéláira annyira nem, azt megeszem, de a királyrák ez kifejezetten szokott nekem is ízleni. Én aztán úgy szintén az ára miatt én is inkább leárazva szoktam venni, illetve teszek rá mennyiségi ajánlást az ajánlásokba, a diétázóknak, életmódváltóknak, hogy változatosabb legyen, hiszen azért lehet, hogy pár hetente egyszer belefér, és arra nem árt, hogyha van valami frankó recept, de szerintem, ahogy láttuk az intróban, valamilyen csilis dolgot fog csinálni, kíváncsi vagyok. Megpucolja. Mondjuk én mindig pucoltat veszek, úgyhogy én ezt meg se tudnám csinálni szerintem, hogy nem tudom ezt, hogy kell. De most már ezt is tudom Karin videójából. Szoktam rátenni sót, nyilvánvalóan borsot és paprikát. Fokhagymás alapon is lehet, vagy fokhagymával is lehet, le lehet pirítani, de én most nem fogom, hanem csak így. Tud-e megborsozta a lány azt a királyrákot? Tett még rá piros paprikát. És pici kókuszolajon kisüti, nagyon gusztat. Úristen. Na, igazából ennyire. Azt mondta még el Karin, paradicsom salátával leszi, ugye paradicsom alacsony kalória tartalmú zöldségnek minősül, ezzel most megy a vita, hogy diétába belefér, nem fér bele, igazából én abszolút bele, én szoktam engedélyezni, sőt, mivel nagyobb változatossá tudja tenni a reform étkezést, illetve csak egy bizonyos mennyiség fölött, illetve együtt elfogyasztott ételeknél érdemes számolgatni az ilyen alacsony kalória tartalmú zöldségeket. Paradicsomtól ember nem hízott még el. Most még elmondta Karin, hogy édes burgonyát is ehetne vacsorára, tehát szénhidrát is bele van számolva a vacsorájába, viszont ez valamilyen nagyon flexibilis étrendi ajánlás lehet neki, mert mondta, hogy ugye avokádot, mint zsírforrást is ehetne. Igazából az nem világos nagyon, hogy most, hogyha nem eszi meg azt az összetett szénhidrátként funkcionáló édes burgonyát, akkor mi történik? Nyilván nem történik semmi, tehát kicsit jobban kalóriadeficitben van, de például arra kíváncsi lennék, hogy ilyenkor, ha mondjuk enne mellé édes burgonyát, akkor vissza kellene venni a fehérje mellé fogyasztott fehérjéből, vagy ha tenne mellé avokádot, akkor mennyi édes burgonyát tehetne, úgyhogy, de ezek már ilyen szőrszálhasogatások. Gyönyörűen csinálja Karin, látszik, hogy nem görcsöl rá, tényleg megtalálta a neki megfelelő étkezési rendszert. Ugye azt mondta a videó elején, hogy már két hetet csinálja, úgyhogy nagyon-nagyon szépen kiegyensúlyozottan. Több ilyen videót kellene az ilyen rendkívül káros diétás, meg fogyókúrás videó helyett. Úgyhogy kívánom, hogy összejöjjön neki, hát csodaszép, mint mindig, hát nézzük meg a záróját. Amit nem láttatok, mert nem volt nálam a blog kamera, az a zöld smoothie, amit hittem a városban. Aha. 4 óra környékén, uh-huh. Nem volt benne más, mint kale, mangó, banán és lemongrász. Mi a kale? Fodros kell. Tehát ezek szerint 4 étkezésre van kalkulálva, vagy ki tudja? Na, ennyi lett volna Karinnak a videója, elköszön, még megnézem a kommenteket, hogy milyen. Szia, Karin! Talált, igen, ilyenkor a kommenteket mindig szoktam olvasgatni, hogy nem akarok beleszólni, de azért van. Igazából ennyi lett volna most ez a videó, tényleg csak kíváncsi voltam rá, hogy Karin ezt hogyan fogja megoldani, de hát pont úgy, ahogy elképzeltem, nagyon kiegyensúlyozottan,
és nagyon jó hozzáállással, és ez tök fontos, mert rengetegen nézik őt, és nagyon-nagyon véleményformáló hatással van minden, amit csinál, minden, amit mond, úgyhogy tök fontos, hogy jó példát mutasson, de hát ez esetében föl sem merül, hogy ne így lenne. Sok sikert Kálin a diétáthoz, remélem eléred, amit szeretnél, úgyhogy hasonlóan tegyétek össze ti is a napi étkezéseteket, és egészen biztos, hogy eléritek ti is a kitűzött céljaitokat, mert minél változatosabb az étrend, minél több benne a jó hasznosuló összetett szénhidrát, a soványfehérje források, a jó zsiradékok, és mindezt egy bizonyos mennyiségi kontroll alatt tartva, egyszerűen elképzelhetetlen, hogy az ember túlsúlyos legyen. És ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert tudom, hogy sokaknak kell az, hogy ott álljen, hogy gramra, kalóriára pontosan mennyi az étel, de ez a fajta intuitivitás, ez tökre kifejleszthető. Nekem nem nagyon volt olyan, de egy rendkívül rövid időszak volt az életemben, amíg számolgattam kalóriákat, de mivel pont, hogy teljesen életellenesnek éreztem, ezért ezt így abba is hagytam, ezért inkább a fő makrotápanyagokat tanultam meg mennyiségre magamnak, ugye nyilván most már tudom, hogy mennyi az a diétás súlytartó, illetve esetleg az a mennyiség, amitől én magam hízok, de hogyha valaki tényleg ilyen hozzáállással megy neki, mint például a Karin, hogy így fejben már össze tudja tenni, hogy egyáltalán mi az, hogy összetett szénhidrát, tudja, hogy édesburgonya, meg nézi ugye ezt a kalóriabázison, hogy miből mennyi kalóriát vitt be, és akkor látja, hogy miből több, miből kevesebb. Pár hét hónap múlva nem is kell már néznie, számolgatnia, mert ránézésre tudni fogja, és ez a fajta intuitivitás, kifejlesztés az, ami a legfontosabb, ami a tartós életmódváltáshoz vezet. Mert hát, ahogy hallhattátok is, illetve aki ismeri Karin, tudja, hogy nagy hedonista ő is, imádja az aranygaluskát, imádja nagy bögre teljes kávékat, nagyon szeret inni, nagyon szeret enni, élni, élvezni az életet, és ebbe bizony az étkezés is beletartozik, viszont ahhoz, hogy ugye a megfelelő súly határainkon belül maradjunk, meglegyen az a fajta testkép, amit mi kitaláltunk magunknak, ahhoz időnként érdemes kicsit jobban odafigyelni, hogy főleg, hogyha amúgy kicsit hedonistában étkezik az ember, úgyhogy hiszem, hogy akár az én posztjaim is szoktak ebben segíteni nektek, ezért csinálok változatos színes ételfotókat, hogy ezeken keresztül mutassam meg, hogy igenis, a reformétkezés, az odafigyelős étkezés nem feltétlenül drága vagy bonyolult, hanem minél színesebb, minél változatosabb, annál jobb. Úgyhogy legyen ez a motto a tavaszváró időszakra. Jön a rengeteg sok friss, üde, zöldség, gyümölcs, élelmiszer. Úgyhogy remélem tetszett ez a kicsit más jellegű videó. Találkozunk a következő tartalomban. Sziasztok! Karint meg imádjuk továbbra is.